Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Médiából jutott tudomásomra, hogy a Kisvárdai Felső Szabolcsi Kórház fenntartója 2021. július 1 napjától a magyarországi sajátjogú metropolita egyház lesz. Az átadás ingyenesen történik, ennek ténye már a magyar közlönyben is megjelent. A térség lakosságát nagyon érdekli, hogy a fenntartói jog átadása milyen hatással lesz az egészségügyi ellátásra. Garantált-e, hogy az átadás után fennmarad az ellátások jelenlegi színvonala, esetleg emelkedik, vagy romlik? Nem lesz-e szűkítés az ellátások területén? Várható-e esetlegesen osztálybezárás? Továbbá garantált-e az ott dolgozók munkajogi biztonsága? Nem fognak-e esetlegesen csökkenni a munkabérek, valamint a pótlékok? Várható-e létszámcsökkentés? Ezek és még sok más foglalkoztatja a helyieket. Úgy érezzük, hogy a mai napig sem a kormánytól, sem a helyi önkormányzattól nem kapott megnyugtató magyarázatot a lakosság a fenntartói jog átadás miértjéről, illetve következményeiről. A fenntartói jogot átadó kormányhatározat erre vonatkozóan egy félmondat kivételével utalást sem tartalmaz. A térség egészségügyi ellátása színvonalának legmeghatározóbb intézménye a Kisvárdai Felső-Szabolcsi Kórház. Ezért is kiemelkedő fontosságú a kórház jövője, mely minden Felső-Szabolcsban élő embert érdekel, mivel mindenkit közvetlenül érint. A fentiek alapján kérdezem tisztelt államtitkár úrat, hogy mi indokolja a Felső-Szabolcsi Kórház átadását a Kisvárdai vagy a magyarországi sajátjogú metropolita egyház részére, nem fog-e az átadás problémát okozni az egészségügyi ellátás színvonalában, mennyiben szolgálja a döntés a térség lakóinak érdekét, előzetesen egyeztettek-e a helyi önkormányzatokkal, illetve a helyi lakossággal az átadásról, és az állam tulajdonában marad-e a kórház. Várom megtisztelő érdemi válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszra megadom a szót Rétvári Bence miniszterhelyettes államtitkár úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Mióta a Jobbik a logójában is lecserélt a kettős keresztet a hashtagre, úgy látom, hogy ez a hozzáállásában is változást hozott. Beállt ön is a baloldali kurzsba, tisztelt képviselő úr. Úgy látszik, a Jobbik most már a DK-soknál is DK-sabb akar lenni egyházügyi kérdésekben, és azt megtámadja, amikor az egyház átvesz egy egészségügyi intézményt, tisztelt képviselő. Korábbiakban Jobbik ezt támogatta volna, és gondolom az a korábbi politika az lett volna, hogy az egyházak, hogy történelmen is nagyon nagy szerepet vittek az ispotályokban, a kórházakban, ez az egyensúly állapot álljon vissza. Most viszont önláthatólag igyekszik kétkedés, különböző rémhírek terjesztésével állni ehhez a kérdéshez, tisztelt képviselő. Ön is nagyon jól tudja, hogy az egyházak évszázadok, évezredek óta tartnak fönn kórházakat. Magyarországon is számtalan kórház alapítása és fenntartása az egyházakhoz kötődik. Ma is vannak egyházi fenntartású kórházak. A görög-katolikus metropólia, a görög-katolikus egyháznak nem volt ilyen léptékű egészség szerepvállalása, de ugyanakkor a görög-katolikus hívek pont az országnak ebben a részében vannak leginkább. Nagyon sok szociális intézményt, oktatási intézményt azonban a görög-katolikusok is átvettek, és ezt egészíti ki most a kórháznak az átvétele. Ön is, hogyha elolvassa a jogszabályokat, akkor láthatja, hogy ilyenkor a vagyonra elidegenítési és terhelési tilalom kerül, pontosan azért, hogy azokat csak és kizárólag a továbbiakban is oktatási célból, oktatási ingatlan, szociális célból, szociális ingatlan, ebben az esetben pedig egészségügyi célból lehessen használni. Pontosan az önök szövetségesei voltak azok, akik egészségügyi épületeket zártak be, és egészségügyi épületeket akartak más célra értékesíteni, míg az egyházak évszázadok és évezredek óta az egészségügyi intézményeket egyre inkább bővítik, és abban igyekeznek minél jobb egészségügyi ellátást biztosítani. A jogszabályok természetesen garanciálisak, mind a bérekre, mind a jogviszonyokra tekintettel. A jogszabályok garantálják a területi ellátási kötelezettséget, de az egyház hozzá tudja azt tenni, hogy ne csak a betegséget, hanem a beteget is gyógyítsd, ebben a teljes beteggyógyításban talán többet tudnak azért tenni, az itt élők hamarabb meg tudjon gyógyulni, vagy jobban elkerüljék a betegségeket. Köszönöm elnök úr türelmét.